Szeretettel köszöntök mindenkit. Hát a mai előadás témája az idilli vagy harcos népe a magyar. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés. A múltkor Miklóssal beszélgettünk, mert megemlítettem egy előadásban ezt a kérdést, és akkor mondta, hogy erről jó lenne bővebben beszélgessünk. És hát néhány gondolatébresztő témát vetnék itt fel, hát maga az egész ugye egy eleve egy tovább gondolandó vagy elgondolkoztató lehet, hogy én is átgondoltam ezt alaposan, meg régóta foglalkoztat. Hát ezt a képet azért tettem ide, mert és egy eléggé jelképes a Vasszary János magyar festőművésznek egy végülis a szecesszióhoz, a szimbolizmushoz sorolt képe, az aranykor. És az elég kifejező, mert azért érintjük majd az aranykor témáját is természetesen az idillel kapcsolatban. És akkor rögtön kezdjünk is bele. Az első egy fontos kérdés, hogy ugye olyan áromantikus téveszmék, ezek ilyen eléggé népszerű dolgok, vélekedések vagy vélemények terjedtek el, ugye, hogy hát szóval könnyen népszerűvé válik bármi olyan, amit ugye hallott valaki valamit már arról, hogy magyarok persze, hogy kik lehettek, hogy ugye mint ez terjedte, hogy a lovasnomád nép volt, akik valahol ott összeverődtek, ugye sokáig ezt hirdette az úgynevezett hivatalos történetírás, Horthy korszakban is egyébként, tehát ez egy régi keletű tévhit, hogy mindenféle bizonyíték nélkül egyébként, tehát volt egy ilyen téveszme, vagy elképzelés, hogy a magyarok egy ilyen rabló lovas nomád horda volt tulajdonképpen, szóval nem is pont így fejezték ki, de nagyjából igen. Tehát gyakorlatilag ez azt lehet mondani, hogy ez az úgynevezett történészeink szállították a lőszert a magyarok ellenségeinek. A magyarok ellenségeinek a fegyverébe szállították a muníciót. Na ugye a románok erre hivatkoztak, még Trianonban is állítom, vagy Trianon mögött is, ezt kimutatták, közismert dolog, valamiféle ilyen rémképek, vagy nem is tudom minek nevezni ezeket, ezek a lázálomszerű ostobaságok, amik egyébként mondom teljesen alaptalanok, ezekkel indokolták, úgymond, hogy majd a barbár, meg nem tudom milyen volt nomád hord, amit betolakodott ide Európába, és akkor ezeket aztán el kell intézni. Tehát Trianon mögött még mindig ez a gondolat volt, és ez sokan ugye ezt ma is ezt táplálják, mert ez olyan áromantikus, hogy fú, azok a harcos, össze-vissza szágódoztak a lovaikon, mindenkit ott lelőttek meg minden. Szóval ezek ilyen, én különben megértem ezt is, mert ugye a magyarság annyi tragédiát szenvedett el, ugye ez a 20. század főleg, ha nem kell mondjam, két elvesztett világháborúval, meg bukott 56-tal, meg a Trianonnal együtt, ez feldolgozhatatlan, és akkor szeretnénk a magyarokat egy olyan népnek látni, ami egy ilyen borzasztó, hatalmas, nagy ilyen birodalom építő valami volt, ami mit tudom, mindenkit legyőzött meg. Hát főleg ugye ez a Hun elmélet tulajdonképpen, ami tehát szerintem az abszolút téves, hogy magyarokat azonosítani a hunokkal, mert ezt még a Hunormagor legenda sem állít olyat, hogy azonosak. Ott ugye testvérekről van szó, és nem azonosságról, mert a magyar az mindig magyar volt, az több ezer éve is magyar volt. Nem kell levezetni más népből, sem hunokból sem kell a magyarokat levezetni, hogy a magyarok valamilyen néptől leszármaztak. Tehát sem a finnugoroktól nem származtunk le, se a türköktől nem származtunk le, se a szlávoktól. De mindenféle ilyen elméletek vannak, hogy hát akkor török eredetű a magyar, természetesen minden török. Volt egy időben, hogy minden török volt. A rovásírásunkról kikiáltották, hogy török, úgyhogy teljesen megalapozatlanul, de ezt a végtelenség sorolhatnám. Ezek elég közismert dolgok, téveszmék, tévképzetek, amik meggyökeresednek a közvéleményben, mert ugye hallanak az emberek valamit, egy-két ilyen mondatot, és akkor ez így megmarad. Vagy a tankönyvekben is ez van, ugye bár. És úgy, hogy nem bizonyították. Tehát a rovásírás legjobb kutatója kimutatta, hogy a török jelek meg hangértékek kisebb százalékban, jóval kisebb százalékban egyeznek a székely rovásírás, tehát és a türk, mint például a föníciaival.
Tehát könyörgöm, ugye onnan eredeztetik ezt a ABC-t, ezt a rovás ABC-t, ugye a föníciai jelekből. Ugye a föníciai jelek is sokkal forrairól van szó, tehát sokkal közelebb állnak, ugye ez kimutatta tételesen, de ugyanígy tovább lehetne menni ebben, és tehát hogy mondjam, akkor milyen alapon kiáltják itt türk eredetűnek, például a székely rovásírás, amikor egyiptomi jelek vannak például benne, erre sincs semmiféle magyarázat, ugye, hogy az a trus jel, az ugye megvan a, tehát az egyiptomi bogát jeleknek nevezik, mindegy, hosszú történet, nem akarok ezekbe belemenni, mert ezek órákig tartana, de a lényeg az, hogy ezekre nincs magyarázat, és akkor kitalálnak valamiféle teljesen ilyen szinte légből kapott valamit, és akkor azt mondom, a közvéleményben meggyökeresedik. Tehát az emberek többsége hajlamos arra, hogy elhiszi, mert mit tudom, azt a tévében mondták, vagy valami nagy tekintélyű MTA tudós ugye azt mondja, hogy ez a nyelv, ez ilyen, meg olyan. És akkor ez sajnos ott nincs mögött, amikor utána néztem ezeknek, bárminek alaposabban utána, azért kiderül, hogy komolytalan megalapozott van. Tehát most például Szibériában van egy ásatás valahol, most ez egy nagyon gyéren lakott terület volt régen, és találnak néhány sírt, vagy mit tudom, egy falunyi területet felásnak, és akkor megtaláltuk a magyarok ős hazáját, képzeljük már, ős haza. Hát mi az ős haza? Még azt se definiálják, hogy mi az ős haza, mert ugye az egy primér terület kellett legyen, ahol egy nép genezise végbe ment. Tehát az ős hazát azt nem lehet, azért ősi. Tehát ugye az ősi az elsődleges kell legyen. És akkor tegyük fel, egy magyar töredék kelet felé ment. Volt egy másik töredék, tegyük fel, észak felé, a zöme meg nyugat felé. Mondjuk a Kaukázusnak az északi előteréből. És találnak, tegyük fel, hogy ezt megtalálták, ezeket a kelet felé menő és ott letelepedett kisebb részt, és akkor kikiáltják ezt ős hazának. Hát ez borzasztó messze van az ős hazától. Tehát ezek olyan légből kapott dolgok, ezek a se füle, se farka, néhány sírt kiásnak, találnak néhány fém, stb. És akkor ezt így kinevezni, még azt se tudják, milyen nyelven beszéltek az ott lakók, meg hogy... Szóval még az ilyen genetikai kutatások sem olyan valódi bizonyítójelek, mert prekoncepciókon alapulnak sokszor, tehát miért nem keresik széles körben? Tehát például Iránban miért nem lehet ásatni, az ottani csontokat miért nem vetik össze a magyar genetikai anyaggal? Csak mondok egy példát, Észak-Irán. Tehát amíg ez nem történik meg, addig nem mondja már nekem, hogy most ő elmegy, hogy találomra ásnak valahol nagyon messze, egy jelentéktelen kis helyen, és akkor csak egyből kikiáltják, szenzáció, megtalálták az ős hazát. Szóval ezek ilyen gyermekmeseszerű. Tényleg lehet, hogy szándékosan hűtik az embereket, de szerintem lehet, hogy tényleg hisznek ebben. Mindegy, ne is menjünk bele. A lényeg az, hogy egyik legkiválóbb régészünk, Mesterházy Károly. Az 1980-ban megjelent könyvében a Nemzetségi Szervezetben írja, a felsorolt adatok alapján nem fogadhatjuk el a honfoglaló magyarság félnomád életformát való elképzeléseket, sem a téli-nyári szállások rendszerét. A 10. században a magyarság döntő többsége, a 10. századról van szó, 900 és 1000 között, letelepedett földművelő és állattenyésztő gazdálkodást folytatott. Vagyis a magyarság még félnomád sem volt. Ez egyébként elég nagy bátorság kellett akkoriban kimondani abban a rendszerben, amikor hát pont a ellenkezőjét akarták mindig bizonyítani, hogy a mi alacsonyabb rendűségünket meg hát amit említettem, amit ugye a román történészek nagy örömmel, meg a román, meg szlovák, meg hasonló történészek be is építettek az elméleteikbe, hogy itt van egy betolakodó horda, akiket hát ki kell verni, vagy kiirtani. Lehetőleg, ha ezt nem is mondják én nyíltan ki, de gyakorlatilag az egész elméleteik erre épülnek gyakorlatilag, a mi vélt alsóbb rendiségünk, és ugye erre hivatkoznak. És akkor folytatja Mesterházy, ezek ásatások alapján, tehát László Gyula kezdte el, ő meg nem tudom, hogy a tanítványa volt-e, már nem tudom biztosan, de biztos, hogy másik kiváló régész, vagy egyik legkiválóbb régészünk.
és akkor ezek konkrét ásatási eredmények alapján mondja, tehát láthattuk, hogy 10. századi legkorábbi településeink állandó falvak voltak. Ma már viszonylag nagyszámúnak mondható falu ásatásaink szintén azt bizonyítják, hogy a falvak több századon át folyamatosan lakottak, és kezdetben sem beszélhetünk a szállásváltó gazdálkodásról. Ugye az a nomadizmus, vagy félnomadizmus jellemző, ez a szállásváltás. A 10. századi település sűrűségről és a települések jellegéből megtelepedett életmódra, állandó falvakra lehet következtetni. A megtelepedett életmód pedig csak az intenzív földműveléssel és a mellette egyenrangú állattartással kapcsolatú össze. Egyébként a szkítákat is általában leegyszerűsítve lovas nomádoknak minősítik, mikor a földműves szkíták ókori feljegyzésekben már a mai Ukrajna területe vagy dél-orosz területeken éltek királyi szkíták, földműves szkíták. Most mit lehet erre mondani? Tehát hogy lehet így, hogy lovas nomád szkítani? Nem volt ilyen. Földműves. A magyarokról már arabok leírták, ott Kazária vidéke, rengeteg szántóföldjük van. Tehát egyszerűen itt a hazudozás, meg ez a link szövegelés, ez a hablaty, vagy nem tudom azt már minek minősíteni, ez dönti itt el a közvéleményt is, ugye ezek befolyásolják, ezek a szövegek. Ezek a teljesen felelőtlen, vagy ostoba, vagy nem is tudom, vagy rossz indulatú, lehet, hogy keveredik is ez, szóval ezek jellemzőek. Most egy régész, az egyik legnagyobb nevű régész lemerte írni 80-ban, ezt, ahogy Tóth Tibor is egyébként egy kiváló antropológusunk volt, ő meg valamikor 71 körül írta meg azt, hogy a magyarok antropológia, tehát a magyar csontváz, honfoglaláskori csontvázaknak a legközelebbi párhuzamai a szarmata leletek között van. Hát ugye az is egy olyan tabu volt, tehát hogy ugye hát minket a szkíta szarmata népekkel azonosítani, ugye ez hogyan, tehát ez egy kivétel volt, aki leírta az igazat, mert ugye a többség nem írt ilyet, soha nem írtak, vagy nem merték volna, mondom, ez egy bátor dolog volt, egy kis rövid címbe, de ezt részletesen leírt, aztán ezt a Turán újra közölte szerencsére, ezt az írását, most találtam meg, hogy a Turánban is megjelent, valamikor 2000 körül, vagy 2000 néhányban. Itt egy eszembe jutott csontvári festmény a magyarok bejövetele, hogy magát tevén ábrázolja, és ez egy tényeken alapszik, mert akkor tudták, hogy a magyarok a ló mellett egyébként a tevéket is hoztak, tehát tevecsontokat is találtak, és a lényeg, hogy hát gondoljuk már, az nem lovas nomadizmus, hogy akkoriban nem volt gépkocsi, könyörgöm. Hát mit lehet használtak volna, mint a lovat, meg a tevét, hogy húzzák a szekereiket, meg ökrös szekerek is voltak, tehát nyilvánvalóan fogatolták az állatok, tehát az, hogy ültek rá természetesen, vagy húzották ők a kocsi szekereiket, hogy költöztek volna át, mondjuk ugye át kényszerültek költözni egy másik lakhelyükről, mert olyan idegen túlerő érkezett, egy olyan támadás történt, vagy valami más okból, ugye, bár szerintem tudatosan jöttek ide, mert ugye mindig is magyarok laktak, tehát évezredek óta ezt nagyon is tudták, hogy a Kárpát-medencébe már magyarok éltek, ugye ezt a krónikáink is megírják, hogy magyarul beszélőket találtak itt, tehát mármint ezek a 9. századi honfoglalóink, hiszen több hullámban magyar népek telepedtek, ugye 700 körül a késői avaroknak nevezett nagy néptömeg, László ugye a fehér magyaroknak nevezte őket, és akkor tehát ez az egész, mondom, ez az áromantikus képzelgés, ez alaptalan. Tehát a magyar a legősibb földművelő népnek nevezhető talán, akik valószínűleg már 10 000 évvel ezelőtt a gabona termesztésnél ott voltak. Tehát az első úgynevezett nagyon lényeges magvaknak a őstermesztői, nemesítői között ugye az árpáról van szó, főleg utána meg a búza, tehát az árpa volt a legrégebbi. Úgyhogy ez sem véletlen, hiába ironizálnak ezen egyesek, hogy miért hívták volna Árpácskának ugye a magyarok ősét. Ez valójában nem egyszerűen egy vezérnév volt, hanem egy mítikus ősnek a neve, ugye Álmos és Árpád. És éppen azért, mert ugye ez a Gabona nevű ősünk, sem véletlen viseli, tehát az Árpa nevét ugye kicsinyítő képzővel.
Hát ennek egy mitológiai oka van, de ez megint messzire vezetne. Most akkor, hogy mi az az idilli nép, miért használom ezt a szót? Azért, mert ugye Hamvas Béla volt, aki igazából ezt, hát ő írta le így konkrétan, hogy idilli nép ezt a fogalmat, de találó, mert lehetne aranykori népet, de az meg egy kicsit félreérthető, mert mindegy, szóval több okból is, tehát talán ez pontosabb. Ez a lényeg inkább. Tehát azt mondja a Wolf filozófiájában, annak van egy fejezete, a bor és idill, ugye azt mondja, hogy egy fontos felismeréseit közli, hogy azt mondja, van bornép és pálinka nép. Azt mondja, a bornépek zseniálisak, a nagy bornépek, a görögök, a dalmátok, a spanyolok, az etruszkok, az igazi borvidékeken az olaszok, a franciák és a magyarok. Ezeknek a népeknek nincsenek úgynevezett világtörténeti becsvágyaik, nem vették fejükbe, hogy a többi népeket megváltják a kell puskatussal. A bor az abstrakciótól megóvja őket. A bornépek nem világtörténeti, hanem aranykori hagyományban élnek. Tehát végül is ezt egy szinonimaként lehetne azt mondani, hogy idilli vagy aranykori hagyomány, vagy idill vagy aranykori hagyomány, de ennek van egy, ez tényleg lényeges persze. Tehát az aranykor emléke, azt lehet mondani, az idill keresése. Tehát ez a magatartás a bor egyik leglényegesebb alkotóelemének, az idill olajnak következménye, ez már vicces, tehát ez Hamvasnak egy ilyen humoros megjegyzése, hogy félig humoros, de hogy idill olaj, hát nyilván nincs idill olaj, de ezt így elnevezte. Tehát a borországok és a borvidékek mind idillikusak, nagyon szépen írja le Hamvas. Azt mondja, sétálj az Arácsi és a Csopaki szőlőkben, menj fel a Vadacsonyra vagy a Szentgyörgyhegyre, a Somlóról nem is szólva, barangolj a Kiskőrösi vagy a Csengődi kertek között, és mindenről kétségtelen tapasztalatot fogsz tudni szerezni. Én is jártam, nem a Balatonfelvidéken, máshol egy ilyen pincesorokon, és ugyanez a kép. Tehát ez a hihetetlenül idilli, valóban ilyen lágyfűves utak, ez a csodálatos arany napfény sütött, de nagy diófák állnak a pincék előtt, és ugyanez a hangulat, amit ő mond. A szőlőtáblák között lágyfűves utak, mint a csendes patakok folydogálnak. A pincék bejárata előtt hatalmas diófa, még a legforróbb nyárban is hűs. Olyan helyek, hogy az ember bárhol megállna, leülne, letelepedne, és ezt mondaná, itt maradok. Esetleg anélkül, hogy észrevenné, ott érni a halál. Tehát erre utal, hogy az időn kívüliség, hogy örökre itt tudnék üldögélni, mert olyan boldog nyugalom van, és gyönyörű a táj, és stb. Tehát, hogy ezt akarja nyilván Hamvas mondani, hogy igen, hogy hát az idillit így leírta egy pont a borvidékek kapcsán, tehát, hogy na most, ja, igen, vissza. Tehát, hogy felidézhetjük vele Petőfi Sándornak a Pató Pál úr című híres versét, ami egy kicsit ilyen karakterológiai jelleget is visel, hogy ugye életét így tengi által, bár apái nékie mindent oly bőven hagyának, soha nincsen semmije. De ez nem az ő hibája, ő magyarnak születik, és hazájában ősi elszó, ej, ráérünk arra még. Hát vagy Petőfi ironikusan ír persze, egy ilyen magyar típusról, a Pató Pál úr típusa, ugye ez azóta ilyen szállóigévé vált az a Pató Pál úr típusa, de a lényeg az, hogy azért itt tényleg egy magyar vonást vett észre. Ez az elj, ráérünk arra még, hogy idő nem számít. Ez lényegtelen. Tehát az a nyugalom, az a nem kapkod, nem rohan, azt mondja, hogy ráérünk arra, és ez valóban a magyarság természete ilyen, ha tetszik, hanem. Szóval gondoljuk már, tehát amit ma magyarnak hisznek sokan, gondolom, az hogyha lehántoljuk róla azt, hogy ezek nagyon idegen hatások. Azért gondoljunk már, hogy egy 500 évig német gyarmatosítás volt Magyarországon. Tehát ez az iskolarendszerünk ilyen porosz. De nem a magyar karakter van ebben, egy magyar falut megnéz valaki, Kalotaszegen, mikor látta, hogy milyen egy román falu, mert végigmentünk egy sor román falu, utána eljutottunk Kalotaszegre, mindegy ékszerdoboz. Ott a 100 éves román nyomás uralom alatt még mindig a virágos kertek, a gyönyörű fák és tehát egy idilli, gyönyörű ékszerdoboz falukat találunk. És tényleg ott jelen van az a szépség, a nyugalom, és így tovább, és
Hát ez ilyenekből sugárzik ki valami a régi magyarságból. De hát hol van már az, ugye? Hát modernitás ugye a néphagyományokat végleg felszámolta, azt kell, hát majdnem teljesen, ugye, hát szinte mindent letöröltek a térképről, ugye, hogy ezt a betonkocka világot, vagy ezt a vasbeton falanszert ugye létrehozzák a materialista álvallással, meg a technikai utópiával, hogy majd ez boldogítja az embereket, ha nagyon sok kütyű lesz, vagy még több lesz, meg utána emberek se kellenek, csak gépek. Hát egy ilyen emberi jövőt, ilyen idézőjeles emberi jövőt terveznek, ezt tényleg visznek is rossz, tehát ez nyilvánvalóan a sötétségnek a legmélye, tehát mikor ide eljutunk, és a hagyomány, ugye a szent hagyomány eltűnésének a kora. És ugye itt ne értsük már félre, tehát hogy a nép idilli karaktere nem azt jelenti, hogy védekezésképtelen egy nép, vagy hogy így megadja magát feltett kézzel, mert ő... Tehát ahogy végig gondolom, itt négy példát hozok fel, tehát a magyar, biztos, hogy nagyon közeli magyar rokon népekről van szó, hogy nagy csatákat hívtak, sőt győztes csatákat, a leglényegesebbeket mondanám el, tehát tényleg nem lehet a végtelenség ezeket sem előhozni, de ez azt jelenti, hogy egy nem agresszív, békés nép is, ugye, ha megtámadják, képes megvédeni magát. Ez pont a zsenialitása, meg az, hogy kell is az önvédelem, hát anélkül nem lehet létezni itt ebben a földi világban. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy valamiféle bárdi birkaságban tengődő népről lenne szó, azért, mert nyugodt, meg békés, meg nem agresszív, és nem akar másokat letiporni, meg kirabolni, meg mit tudom, hogy mit csinál, tehát ugye, amit csinált Róma, meg Asszíria például. Meg sorolhatnám ezeket a szörnyű példákat, mert ugye arra is akartam hozni idézeteket, hogy a barát Tibornak emlékszem arra a mondatára, most nem írtam bele, de mindegy, ez kimarad, de elmondom, mert jól emlékszem rá, azt mondja a magyar népek őstörténetében, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy hová lettek az ókori magyarok milliói, akkor azt az asszír halál listák, vagy asszírok halál listáin megtaláljuk rá a választ. Tehát ő 30 millióra becsülte az ókorban az asszírok által legyilkoltak számát, amit gondoljuk már, hogy az akkor, mikor még kicsi volt a világnépesség is, meg az Európa, és a többi, hogy mit jelent az ma. Tehát az akkori 30 millió, az most én nem is tudom az, hogy azok éppen maradnak, ha ő el is túlozta, nyilván nagyon nehéz ezt felmérni, hogy hány embert öltek meg már úgy értem, hogy az ókori magyar lakta részek, például ugye Szíria, Kis-Ázsia és más területeken, tehát például Árpád várost is az asszírok pusztították el, tehát hogy és így tovább, tehát ugye Észak-Szíriában vannak a romjai, tehát egy kör alakú város volt, és lényeg az, hogy tehát ezek a borzalmas, pusztító, gonosz birodalmak, és utána Róma volt, akik szinte átvették az asszíroktól a stafétát, hogy ezekben a magyar írtásokban, például gondoljunk az etrusz rokonainkra, akik nagyon közeli nyelv rokonok, meg hát nyilván népfaj rokonok, vagy hogy mondjam, tehát etnikailag rokon nép volt, Kis-Ázsiából vándoroltak Itáliába, és a lényeg az, hogy az ő eltűnésük, eltüntetésük, beolvasztásuk, stb., amin alapult végül is a római kultúra, és tehát átvettek tőlük rengeteg minden, csak a jót nem, tehát a vallást, meg a nagy Isten hitet, azt nem vették át, mert Róma az egy ilyen tényleg egy fenevad volt, ott csak ilyen jogkultusz volt, ilyen jog, ugye a római jog azért ilyen híres, mert jogmániás, tehát ez egy teljesen más nép volt, ugye, és kegyetlen volt, legyőrték ugye az etruszkokat, de a trákszkítákat is szinte kiirtották, azt mondják, hogy az ókor egyik legnagyobb létszámú nép volt a trákszkít, a mai Bulgária, Törökország egy részén éltek, tehát ott a Boszporuszig körülbelül meg a nagyobb területen, meg a mai Románia, úgynevezett Romániának egy részén, na mindegy, a lényeg az, hogy szabályosan eltűntek, tehát azért tűntek el, mert a rabszolgák nagy részét onnan hurcolták el, ugye hát azok meg egy rabszolga nem tud szaporodni, meg élni normálisan nyilván, egyszerűen olyan, mint egy, hogy mondjam, mint valaki darálóba tennének be valakit, tehát az egyszerűen eltüntették, felemésztették őket. Tehát hát itt az első példa, hogy azért mondom, a szkíták egyik úgynevezett híres győzelme, azon megdöbbent, hogy nem ütköztek meg a perzsákkal. Nem az történt, hogy első Dárius perzsa király,
úgymond, hogy megerősítse birodalma határait, ugye Krisztus előtt 519-ben megtámadta a Kaszpi-tengertől keletre élő szkítákat, azaz szakákat vagy dahákat. Tehát a dákok ősei is, mint szarmata dákok ősei kelet-kaszpi vidéken éltek, ők adták aztán pártusoknak a uralkodó rétegét legalábbis, vagy hát a jelentős pártjának az alapítói voltak később. Tehát majd a keleti trákok és a géták leigázása után átkelt a Dunán és behatolt az európai szkíták földjére. A visszavonuló szkíták azonban a felperzsel több föld taktikával értek, felégették földjeiket, lerombolták útjaikat. Az ellátási gondokkal küszködő perzsa seregnek 80 ezer fős veszteség mellett vissza kellett vonulnia. Tehát meg sem ütköztek a perzsa, nem találkoztak a perzsa sereg, nem találkozott a szkíták. De katasztrofális vereséget szenvedtek, mert 80 ezer emberük veszett el, mivel hogy kiéheztették őket a szkíták, nem hagytak nekik élelmet, vizet. És hát ezzel a taktikával meg sem ütköztek velük, mégis győztek. Akkor mondjuk másik, itt átugrom, mert itt azt hiszem beékelődött egy másik rész, de itt folytatódik. Majd visszatérek még arra a kérdésre. Az imént említett dahaszkíták, a szarmatadákok ősei, egy alig hanem magyar nyelven beszélő nép alapította meg később Pártiát. Pártia egy hellenisztikus műveltségű ország volt, onnan érkezett a kései avarnak nevezett nép a Kárpát-medencébe, ez Krisztus után 677 és 700 körül történt, akiket László Gyula helyesen azonosított a fehér magyarokkal, akik 700 táján vonultak el Kijev alatt. Pártia kiegyezett a római birodalommal, ennek ellenére egy Crassus nevű gazember, egy római konzul volt, egy jelentős sereggel megtámadta. Florus, tehát a rómaiak történetírójáról van szó, a Róma háborúiban így írta meg ezt a történetet, nagyon érdekes a tanulságos több szempontból. Mielőtt Cézár északon porba tiporta a gallokat, a római nép súlyos sebet kapott keleten a pártusoktól. De nem panaszkodhatunk a sorsra, nincs semmi, ami szépíthetné a véres vereséget. Isten és ember egyaránt Crassus ellen volt, ezt kiemelem vastagon, szóval jól jegyezzük már meg. Isten és ember egyaránt Crassus ellen volt, írja egy római történetíró, és a konzul, aki csak a pártusok aranyára sóvárgott, 11 légiójának elvesztésével és saját fejével fizetett telhetetlenségét. Tehát figyeljük meg a morális oldalt. Római történeti író mondja el, hogy milyen aljas volt, aki egy kincs, tehát dúsgazdag volt, Crassus, és ennek ellenére képes volt 11 légió élén, hogy majd Pátiát ugye kifosztja a király kincstárat, ez volt a célja. Képes volt ugye Mezopotámiáig ugye elmenni, és akkor ott történt egy híres karrai csata. Tehát azt mondja, tovább mondja Florus, már Metellus néptribunus, tehát egy római néptribun, a bosszúállás retteget istennőjének ajánlotta a Rómából kivonuló hadvezért. Később pedig, amikor hadseregünk áthaladt Zeuma városán, az Eufratesz hirtelen örvényei ragadták magukkal és nyerték el hadi elvényeinket. Tehát, hogy az ég sem állt mellettük, mondja egy római történész. Amikor aztán Nikefóriumnál tábort ütöttünk, Orodész király, a pártus, királyot, Orodész király követeket küldött Crassushoz, akik fenyegető hangon kijelentették, emlékezzék a főparancsnok arra a szövetségre, amelyet a partusok Pompeiusszal és Sullával kötöttek. Megint kiemeltem ezt a mondatot, neki azonban a király kincstárára fájt a foga. És még azzal sem fárasztotta magát, hogy valami ürügyet koholjon, hanem azt felelte, majd Szeleukiában ad választ. A szerződés szegés, bosszúálló istennői ezért segítették ellenségeink cselszövését és fokozták vitészségét. Fővezérünk először is eltávolodott az Eufrates mellől, habár csak azon lehetett volna biztosítani az utánpótlást, és a folyó hátulról védelmet nyújtott volna a hadseregünknek. Crassus azonban vakon hitt a szír mazzarának, aki pedig csak szírleg menekült hozzánk, és azért csapott fel vezetőnek, hogy kietlen sivatagok mélyére csalja csapatainkat. Itt aztán mindenfelől ki voltunk szolgáltatva az ellenségnek. Alig ért hát Crassus karjaiba, már is minden irányból feltünedeztek a király alvezérének, Szilakesznek és Surenosnak, aranytól csillogó hadi elvenye és lengedező sejem lobogói. Azért emeltem ki a Surenoszt, mert
egyértelműen azonosítható a magyar szörény névvel, ugyanis tudjuk a sörény szavunk, ugye azt jelenti, hogy tulajdonképpen szőrös, sörénye van, mondják, hogy hosszú haja van valakinek. Most latinul úgy hívták ezt a nemességet, a pátus nemességet, hogy kométai vagy kapillati, ami azt jelenti, hogy hajasok vagy üstökösök, tehát ugye a haj, azt üstöknek is hívták a régi magyarok, tehát azt jelenti, hogy ilyen hosszú hajúak voltak. És ez erről a jellegzetességről, ugye saját nyelvükön nevezték, ugye kométai, ugye kométai és kapillati megnevezés, ami megfelel ennek. Ez egyértelműen egy magyar szó, hogy a pátusok uralkodó osztálya, bocsánat, uralkodó rétege, hogy mondjam. A Arszak dinasztia, így szokták, hogy néha K-val, néha G-vel, tehát az Arszaknak van írva, de különböző hasonló formákban, de a lényeg az, hogy a magyar országos és országló az egy rang volt régen, tehát ezt magyar régiségben is használták, közismert, hogy az országló, nemesek, vitézek, stb. Urak. Tehát az országlás az az ura, országnak az urai tulajdonképpen, akik, tehát ez a dinasztia szintén. Most arról nem is beszél, hogy egy ókori pártiát is tárgyaló könyvben, szerint figyelmes lettem rá, hogy a boltíveket úgy hívták ott, hogy Iván, és ez onnan terjedt el a pátus megnevezés. Na most egy nyelvben sincs meg a ív szó, tehát a boltív. Ugye a mai magyarban is még meg, sőt nem csak, hogy megvan, hanem ez egy magyar szóbokornak a része, mert a hajlást, hajlást nevezzük ugye ívnek, és az övben is benne van az évben, az is egy kör, gyakorlatilag is így tovább, egy szóbokornak a része. Ez nem egy átvett szavunk. És akkor onnan jött a pátusokhoz az ívnek az ívánként leírt neve, tehát itt nem tudják, hogy mi volt a pátusok nyelve, mert a görögöt használták, tehát, de az, abból nem lehet kiindulni, hogy arámi nyelven, meg arámit és a görögöt, tehát hogy a levelezésük lehet, hogy éppen arameus, nem magyarul folyt, de ez nem az anyanyelv bizonyítéka, tehát ezt tudjuk jól. Hát olyan nemzetközi nyelv volt, mint most az angol. Tehát, vagy a görögöt használták, ugye hellenisztikus területen, ismerték Galileában is, vagy használták például a görög nyelvet, tehát tudjuk, hogy az evangéliumok, a bibliai szövegek egy része arámi nyelven, egy része görögül maradt fel, meg sorolhatnám, tehát ott a görögöt szinte mindenki beszélte, vagy az arámit, tehát ezek közvetítő, szinte ilyen nemzetközi nyelvekként kommunikációt segítették elő, de az, hogy ott a törzsek milyen nyelven beszéltek, az teljesen más kérdés. Tehát azt mondja, hogy a lovasság erre egy percet sem vesztegetve körös körül bekerítette seregünket, és mint a sűrű felhő meg a jégverés zúdultak ránk dárdáig. Így semmisült meg hadseregünk az iszonyatos mészállásban. Szerencsétlen hadseregünk, kit hová sodolt a fejvesztett futás, szétszóródott Arméniában, Kilikiában és Szíriában, és hírmondó is alig maradt belőle, hogy megjelentse a katasztrófát. De talán még megdöbbentőbb, amit Tacitus írt le a Germániában, miután Róma már mindenkit bekebelezett, a pártusok önként visszaadták azokat a hadi jelvényeket, amelyet Crassus katasztrófája alatt zsákmányoltak, mert mintegy lelkiismeret furdalást éreztek saját győzelmük miatt. Na hát ilyet milyen népről írnak le az ellenségé? Hogy mintegy lelkiismeret furdalást éreztek saját győzelmük miatt. Tehát őket támadták meg kapzsiságból, erre ugye tehát nyilván védekeztek, megsemmisült 11 légió, egy egész hadsereg, nem tudom pontosan egy légió 4-5 ezer főből áll, de mindegy, hát egy ilyen lehet, hogy egy 60 ezeres seregről van szó. A fővezérük Crassus a főgazemberrel együtt. Na, tehát itt is megint az van, nem támadtak, békébe jöntek, egyességet kötöttek a rómaiak, erre megtámadja hogy kirabolja őket egy 11 légióval álló hadsereggel. Tehát itt az idilli nép békés, és nem kegyetlen, és nem hódító, és nem igáz le senkit, meg nem... Tehát teljesen más a természete, mint az a római kegyetlenség, ami egész népeket hurcolt, tehát rabszolgánk, meg írtott ki, meg sorolhat, nem, az asszírok nem is beszélnek, hasonlók, mongolokról. De nézzük meg az utóbbi
1100 évünk két legnagyobb katonai győzelmét. Potom 1100 év. Ugye mindkét alkalommal a 907-es pozsonyi csatában és az 1456-os Nándorfehérvári ütközetben és a hazánkat védtük, mint szkíta és pártus elődeink. Tehát a két legnagyobb egyértelmű és totális magyar győzelem az védelmi háború volt, amit ránk akartak, hogy kényszerűen megtámadtak minden ok nélkül. Tehát a pozsonyi csata előzménye 904 nyarán, ezt figyeljék meg, nagyon fontos az előzmény. Gyermek Lajos, az bajor uralkodó volt, meghívására Kurszán a magyarok egyik legfőbb fejedelme a Fischa folyó melletti tárgyalásokra érkezett kíséretével, tehát meghívták tárgyalni. A magyar tárgyaló feleket orvul megtámadták, és az utolsó szág legyilkolták. Na hát ez értettek. Ez aztán egy morális magasság, ez a nyugati eljárás, ugye a bajorok. A pozsonyi csata 900, de ennek ellenére sem a magyarok támadtak, három évvel később jött, ugye a pozsonyi csata 907, július 4 és 7 közé tehető időben zajlott, a főként bajor haderőt mozgósító keleti frank királyság és a pogánynak nevezett a magyar fejedelemség erői között a mai Pozsony közelében. Hát azért ne felejtsük már, itt ez még azért a régi magyarság ereje meg zsebjavítása benne volt ebben az eredményben. Szóval a csatát magyarok ellen elsősorban bajor sereg vívta, megsemmisítő vereséget szenvedett, az ütközetben Liutpold bajor herceg és Teot már salzburgi érsek is elesett, szinte a teljes bajor nemesség, és számos keresztény pap életét vesztette. Schwab évkönyv, 907. év, a bajorok kilátástalan háborúja a magyarokkal. Most figyeljünk, saját évkönyvünk, hogy mi van benne, kiemeltem. Liutpold herceget, bajor határőrgróf megölték, övéinek féktelen kevésségét letörték. Ez a féktelen kevésség, milyen ismerős, ugye? A latin, mármint a crassus, ugyanaz. Tehát a féktelen hübrisz, a felfúvalkodottság, arrogancia, féktelen kevésségét letörték a magyarok, és a keresztények alig néhányan menekültek meg, ugyanez az eset. Tehát egy totálisan amorális, aljas, írtóháborút kezdtek a magyarok ellen, teljesen megsemmisültek, ott is hírmondó alig maradt, aki a belét hazahúzta valahogy. Püspökök és grófok többségét meggyilkolták. 907 év, bajorok teljes seregét megsemmisítették a magyarok. Egyébként az volt, hogy ugye észre se vették. Pillanat alatt ott termettek, egy nyílzápor jött, eltűntek, nem tudtak velük megütközni. Csak a nyílzáport észlelték, hogy ők így hullanak, magyarok eltűnnek, gyors lovaik a hirtelen feltűnnek, megint egy nyílzápor, és így tovább. Itt a Nándorfehérvár diadal, hát ez már az úgynevezett keresztény korban volt, de még 1456-ban még az a régi magyar erények, vagy hogy mondjam, azért még nem voltak oly távol, bár azért majdnem 500 év eltelt, és a pozsonyi csata óta persze eltelt több mint 500 év, de azért még ez kétségtelen tény, hogy egy világra szóló nagy győzelmünk még ott történt. Ugye 1456. júliusában II. Mehmed szultán, ne felejtsük meg, aki korábban elfoglalta Bizáncot, tehát a bizánci birodalom megdöntője, támadást indított Magyarország déli kapuja Nándorfehérvár, ugye ma Belgrád ellen, ugye a Száva-Duna összefolyásánál történt a csata, ott van a vár. A csata július 4 és érdekes az is július 4, mert ott is a pozsonyi az július 4-7 közt, tehát itt 22-ig tartott, végülis a győzelem az már 22-én következett be, a végső győzelem, de több ütközet is zajlott közben. Tehát Hunyadi János végül július 22-én döntő ütközetben tönkrevehette a szultán mintegy 70 ezer főből álló seregét, de minimum. Tehát azért segédhadakkal, tehát Túróci 400 ezeres török sereget ír, az túlzás. Tehát azt mondják, hogy volt egy reguláris haderő, meg volt egy irreguláris ilyen kísérő csapatok. Ilyen, mint egy fél katonai osztag, valami ilyesmi. Tehát mindegy, de 70 ezer főből minimum állt a szultáni sereg. Tehát második Mehmedet, aki súlyosan megsebesült, egy nyíl eltalálta a combján, miután megölt egy magyar lovast, és elájult. És alig bírták kimenteni. A partvédő spáhik maradtak meg, valami 4000 partvédő folyópartartózkodó, nyilván partvédő spáhik. Alig tudták kimenteni a helyszínről, ugye mert Hunyadi elfoglalta a várból kitörve a ágyus, a török ágyus volt, valami 300 ágyúval lőtték szét Nándorfehérvárt.
már a falak teljesen leomlottak, egy olasz szemtanú úgy érte, hogy már nem voltak falak sem, tehát úgy kellett harcolni, hogy már a várfal se védte a magyarokat. És egyébként Kapisztrán Jánosnak, akit itt alul látunk, ez valószínűleg hiteles kép, szerintem ez egy régi kép, és lehet, hogy ez hiteles, mert Hunyadiról nem állt fenn ábrázolás egyébként, csak fantázia, de Szilágyi Mihályról se, aki a várban volt 7000 katonával, róla se találtam korbelit, de hát ő talán a Kapisztrán János képen. Most ő egy szerzetes volt, aki a népfelkelők élén a Száva túloldaláról, tehát átkelt, tulajdonképpen elkezdtek átkelni a 35000 fős népfelkelő oldalt, nem nagy harcértékűek voltak által, ilyen kiegyenesített kaszákkal, vagy ki tudja mivel. Tehát nem egy képzett katonák voltak, gondolom, hanem úgynevezett népfölkelők vagy keresztesek, és akkor ők általában véletlenül indultak meg, azt hitték, hogy Kapisztrán János haj, vagy azt mondja nekik, vagy kiabálta, hogy menjenek előre, közben meg ő vissza akart őket fogni. Na mindegy, szóval elkezdett az átkelés. Ez szóval annyira meglepte a törököket, hogy a lovasságukat oda küldték a Kapisztrán népfölkelője ellen, és akkor, mert hogy ezek átkeltek a folyón, és akkor akkor történt az, hogy a védtelenül hagyták az ágyusort, a török ágyusort, és akkor Hunyadi észrevette a pillanatot. Na ez volt az a döntő pillanat, mert neki 12000 embere volt eredetileg, hát hogy mennyi maradt itt már 22-ére, ki tudja, lehet, hogy a fele serege elesett, de hát volt néhány ezer fő biztos, hogy volt, tehát kitörtek a várból, elfoglalták az ágyukat, és a törökök elfordították, tehát azért azok nem tudták visszavenni, mert úgy meg voltak erősítve az ágyalállások, hogy ugye ők se tudták olyan könnyen így visszavenni, mert azok meg elkezdtek tüzelni rájuk. Aztán végül az lett, hogy mondom, teljesen tönkre verték, alig maradt valami a török seregből, a szultán meg sebesülten mentették ki, hát azért majdnem 70 évig ide sem mertek jönni. Na, hát ez is egy tanulságos történet. Azért visszatérek, mert ott már rossz helyre keltem be, bocsánat, azt a népkarakterológiát, amit egy Walter Schubart nevű német filozófus írt meg, egy zseniális művében, ő az úgynevezett Eonok, tehát a korszakok elméletéről írt, tehát világkorszakok változásának tanáról írt, és azt mondja, hogy az őskép nemzeteket és fajokat határt. A négy ősképet, tehát archetipust röviden így határozta meg. Egy világharmónia, kettő világuralom, három világtól való menekülés, és négy világ megszentelés. Ő szerint ez a négy archetipus van. Tehát e négy minta létezik, amelyek egymást váltják. Azt mondja, tehát egyes pontban itt kiemeltem, a harmonikus ember olyan kozmoszként éli át a mindenséget, amit a belső harmónia vezérel, amely az emberektől nem vezetést vagy alakítást igényel, hanem csupán szemlélődést és szeretetet. Hát ez a legpozitívabb szerintem. Ez az idilli. Na, ebben az esetben nincsen szó fejlődésről, hanem csupán statikus nyugalomról. Így érzik a homéroszi görögök, a kínaiak Kungce korában és a gótika keresztényei. Második pont. A heroikus ember káoszt érzéke. Na, hát ez a heroikust én idézőjelbe tenném, de ő így nevezi, tehát nem akartam megmásítani. Na, ez az a harcos típus, akivel a magyarokat itt hát vágyálmunkból szeretnék, vagy sokan azonosítani, hogy majd mi visszacsapunk, mert ilyen nagy harcosok vagyunk, és akkor majd mi legyőzünk mindenkit, meg szétverünk, meg minden. Na hát ez a heroikus ember az olyan ezt jelenti, csak ez nem ilyen karakterű, mint a magyar. Tehát ez a lényeg, hogy az úgynevezett heroikus valójában nem ősies, hanem ez egy ilyen alapvetően nyughatatlan, ilyen csatria, vagy mindegy, szóval harcos jellegű karakterük van. Na most ezek káoszt érzékelnek, amely csak az ő rendteremtő erejével önthető formába. Ez nagyon ő majd rendet csinál. Ez a harcos beállítottsága. Oda megy és rendet fog csinálni. Itt minden mozgásban van. A világ maga a heroikus ember által meghatározott célok felé mozog, tehát ők határozzák meg. Ugye? Így érzi az antik Róma, az újkor germánjai és latinjai. Na hát ezt láttuk, meg látjuk. Hát például a románok is belejönnek, igen, a latin leszámozottak közé. Tehát a hármas, az aszketikus ember, mint eltévedést éli át a létet, amely elől a dolgok mítikus eredetéhez menekül. Elfordul a világtól annak vágya vagy reménye nélkül, hogy jobbá tegye.
Így érzik az indiaiak és a neoplatonikus görögök. Végül a messianisztikus ember, ez a negyedik típus, ugye hivatva érzi magát, hogy a Földön egy olyan magasabb isteni rendet teremtsen, amelynek képét sorszerűen magában hordja. Azt a harmóniát kívánja maga körül megvalósítani, amelyet önmagában érez. Egyébként ez az egyes karakterre hasonlít. Tehát így érzik az első keresztények és a legtöbb szláv. Tehát természetesen a harmonikus ember archetípusa jól illik a legtöbb természeti névtörzsre is. Ugye a magyarság ősibb és eredeti állapotában egyértelműen a világ a természet megszentelésére, szentséggel való áthatására törekedett. Tehát a messianisztikus típushoz sorolható, mely típus a harmonikusból nőtett ki. Tehát a messianisztikus ember az elveszett édent szeretné visszahozni a földre, míg a harmonikus beilleszkedik a természetbe, mintha az maga az éden lenne. Tehát utóbbi kettő rokonságban van egymással, világképük alapján. Az utóbbi kb. 500 évben, ezt figyeljük meg, ez nagyon lényeges, amit mond, hát ez Schubert állítja, hát teljes joggal, ugye a prométheuszi korszak uralkodott, mondja, ami a heroikus ősképet követte. Jól látta Schubert, hogy ekkorban a felbomlást, a szétszakadást elősegítő erők uralkodnak. Ezt az kiemeltem vastagon még egyszer, tehát az utóbbi 500 évben. Ekkorban a felbomlást, a szétszakadást elősegítő erők uralkodnak. Ezt látjuk mai napig, tehát a mindennek a bomlása, a közösségek, a családok. És ezt bomlasztják is, ugye, mindegy, de ilyen erők uralkodnak. Tehát amik a visszaállt, a megosztottságot, szétszakadást, felbomlást képviselik, ez egy ilyen korszak. A heroikusnak nevezett ember valóban a folyton harcban, küzdelemben élő, állandóan változást és szenvedést gerjesztő típus, ez különösen lényeges, figyeljük csak meg, állandó változást és szenvedést gerjesztő típus. Ez itt a pozitív, tudom, hogy ez a hős, ugye, ez a mai sztár, ugye, a szenvedésgerjesztés, amelyben jelentősek az aszkéta vonások is. Hiszen az aszkéta nem csak önsanyargató, de mások sanyargatására is hajlamos. Tehát ez az idézőjeles heroizmus és aszkétizmus egyaránt egy szadomazohisztikus ösztönkörhöz sorolható. Tehát jól látta Schubert, hogy a szemiták, a rómaiak, az új latinok és germánok sorakoznak a hatalom, törvény és jogmánia pólusán. Megint kiemeltem, még egyszer. Tehát nem tudom, érthető, ez szerintem teljesen világos és logikus. Tehát hogy mondja, hogy a szemiták, a rómaiak, az új latinok és germánok sorakoznak a hatalom, törvény és jogmánia pólusán. Szemben az indiaiakkal és oroszokkal, akiket kezdetektől Lev Tolsztajig a hatalomtól való iszonyodás jellemez. Schubert nagyon találóan írta le a heroikus prométheuszi embert. Na itt jön egy nagyon fontos karakterológia, hogy mi ez az úgynevezett heroikus ember, aki nem a magyar, szerintem, hanem abszolút ellenpólusa. A heroikus ember úgy tekint a világra, mint rabszolganőre, akinek a tarkójára lép. A heroikus ember nem alázattal, odaadással tekint fel az égre, hanem a földre szegezi hatalomvágyal teli, haragos, ellenséges szemeit. Lényegéhez tartozik, hogy mindinkább eltávolodik Istentől, és mind jobban elmerül az anyagi világban. Sorsának döntő momentuma a szekularizáció, életérzését a heroizmus hatját, élete pedig tragikumba torkolik. Tehát igen, kétes, tehát a természet és Isten elleni szadisztikus heroizmus. A magyarságot e korszak majdnem kiirtotta 16-17. Században, és a végletekig elidegenítette önmagától és eredeti küldetésétől, amely a világ megszentelése, a föld édeni idilli kerté alakítása volt, legalábbis hát eredetileg. Ez lett volna magyar, eredetileg a magyar természet, és ami ebből fakad, ugye ez a harmonikus embernek a törekvése. Hát az közismert, ugye, hogy Magyarországon van Európa mértani követe. Most ennek is van persze egy szimbolikus jelentősége, nem vitatható, de itt nem a fizikai paraméterek, hogy tényleg ki lehet mérni, Európát megmérjük így, meg így, észak-dél, meg kelet-nyugat, az tényleg a meccés, pont Magyarország esik. Vitatkoznak ezen, hogy a Duna-Tisza közére, vagy a hegy aljára, tehát kb. Már-Tokaj vidékére, vagy de nagyjából, tehát mindenképpen Magyarország, Nagy Magyarország területén volt a középpont. De ennek ez inkább csak egy földrajzi vagy fizikai dolog. De viszont ennek van egy szimbolikus jelentősége, de csak akkor, ha a világ közepének
mítikus képzetével vetjük össze, ugye, vagy a kapcsoljuk össze. Viszont a világ közepe sokkal jelentősebb, mint egy mértani középpont, tehát az ugye azt jelenti, hogy egy tulajdonképpen a kezdet kezdetének a mítikus helye, azt lehet mondani a paradicsom, vagy az Éden, ami elvileg persze bárhol megteremthető, de elsősorban ugye Isten jelenés, vagy teofánia, egy Isten megmutatkozás jelöli ki ezt a szent helyet, ugye ez a világ közepének hát a képzete, ami a magyar ősvallásnak is a középpontjában állt. Mint Berze Nagy János megállapította, ugye, hogy ezt mindenütt tudták a magyarok, vagy tudtak erről, hogy a világ közepének erről a mítikus helyéről, ami tulajdonképpen a boldogság, a béke centruma, a szent hely, tehát ahol harmónia és teljesség van. És ugye mi a szent? Hát legalábbis a mi mitológiánkban, a régi vallásunkban az a szent, ami égi mennyei, tehát kapcsolatos az éggel, a mennyeivel, a fényvilággal. Tehát őseink ezt a, hát végülis az Istenivel. Tehát őseink ezt a naphold csillag égi hármasával is jelképezték. Ez ugye a címerektől kezdve, főleg a székelyeknél, palócoknál maradt fönn, de nem csak a csodaszarvas hordozó, hogy a napot, holdat, hajnalcsillagot, hanem a fodorfehér bárány és ugye a mítikus, a Júlia Széplány mítikus énekben. És ugye hát a nyelvünkben is bele van írva az, hogy az ég, ugye az kettős jelentésű, hogy az ég és az égés, tehát ami a fénynek a forrása, az tulajdonképpen azonos, tehát a fény forrása az ég, a menny, és ugye vessük még ezt össze az egy így ügy régi szavunkkal, ami szentet jelent, tehát ugye például ez van, meg az egyház szó van, ami ugye a szent ház jelentésű eredetileg, tehát a templom, meg a latin megfelelője. Tehát itt idézném a Karen Armstrong vallástörténésznek egy nagyon szépen megfogalmazza, én nem tudnám ezt így elmondani, itt ez Buddhával kapcsolatban írja, tehát hogy hol világosodott meg Buddha, azt tudjuk, hogy egy szent füge alatt ült, ott meditált teliholdas éjjelen, májusi éjjel ez fennmaradt, és hogy telihold volt. Egyébként ez mindig a beavatás pillanata, a telihold ideje. Fennmaradt el egy magyar hiedelemmonda, és egy tátostól kérte, hogy adja át a tudományát neki egy fiú, és akkor mondta, hogy majd akkor betelik a hold, az akkor fogom átadni. Szóval hogy azt mondja Karen Armstrong a Buddháról szóló könyvében, a lelki stabilitás és az elmozdíthatatlan hely megtalálása nélkül a megvilágosodás elképzelhetetlen, ezért kellett az összes buddhának ugyanarra a helyre ülnie. Ez a hely az Axis Mundi, a nyugvópont, ahol a halandók számos eposz tanúsága szerint találkozhattak a léttel és az abszolúttal. Ez az a hely, idézőjelbe, ahol a földi világban teljesen ellentétes dolgok a koincidencia oppozitórium állapotában harmóniába kerülnek. Na ez a harmónia teszi lehetővé a szent igazságok megtapasztalását. Ezt nagyon szépen leírta, tehát azon nem véletlenül fa alá ült, egy szent fa alá. Hát egyébként egy varázskört húzott, az a mandala. Azt nevezik mandalának, amit a Buddha akkor megvilágosodásának éjjelén ugye a fa köré vont, és ő oda abba ült benne. Ez az elmozdíthatatlan hely, ahol a világ tengely, az Axis Mundi, ahol ott halad át, és ő rajta tulajdonképpen. A szentfán át, mint a tátosainknál, ugye akik szintén volt egy szentfájuk, ahol szertartásaikat végezték, és ugye megmászták a szentfát, tehát úgy jutottak az égbe. Ez ugyanaz a történet egyébként. Tehát Buddhának ez a megvilágosodás története ugyanazokat az elemeket tartalmazza, amit a tátosainknak a úgynevezett égigérő fa megmászása, rítusa esetében. Úgyhogy azt szögezzük le, ez nagyon fontos, hogy a békétlenség, tehát ez a fajta, amit idéztem, mi az a harcosság, mi az a nyughatatlan harcosság a kertben a leigázásokra, meg a majd ő rendbe rakja a dolgokat, aztán mindenkit legyilkolnak, meg mindent elpusztítanak a végén. Igen, hát az a tragikus dolog, mert az abszolút antitradicionális, tehát teljesen istentelen, teljesen szemben áll a szent és örök ős hagyománya.
Tehát az olyan nép, ami azzal akarnánk itt dicsekedni, hogy mi harcosok vagyunk, tehát annál negatívabbat nem nagyon lehetne előhozni, meg birodalom építők, meg hasonló ilyen rémálmok, tehát Isten mentsen meg tőle. Ilyen koponya halmokon át majd ilyen birodalmakat fogunk létrehozni, tehát Isten mentsen. Meg is mentett, szóval nem tettünk ilyet. A lényeg az, hogy tehát akkor lehetünk egy újra áldott paradicsomi ország, ha Magyarország nem csak Európa mértani közepe lesz, hanem őseink útjára térve ismét a világ közepévé szenteljük hazánkat, otthonunkat. Vagyis ha lehozzuk a mennyeit a földre, és az égi világ ősképét, a békét és boldogságot valósítjuk meg a világban. Ami csak a szeretet és a szerelem megélésével lehetséges. Hát köszönöm szépen. Rövid lesz. Persze a beszélgetés.